Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Fedett jégpálya, dupla nyitvatartási idő. 1 milliárdból fejlesztenék a pécsi jeges létesítményt. Iskola példakampány. Baleset megelőzési összefogás a gyermekekért Pécse. Jubileumi rotári sárkányhajó verseny Orfűn. Jótékonysági célra fordítják a bevételt. Új diákok, új szabályok. Elindult az idei tanév a Koch Valéria iskola központban is. Akár 6 hónapig is nyitva lehet a pécsi műjégpálya, ha le tudják fedni. Ehhez megvan a szükséges forrás, ami 1 milliárd forint. Ez derült ki az önkormányzat gazdasági bizottságának ülésén. Csütörtökön arról döntöttek, hogy elindítják a fejlesztési folyamatot. Korcsolyázok Pécsen a jégpályák éjszakáján januárban. A pécsi létesítmény fedetlen, ezért csak igen rövid ideig tudják használni a jeges sportok művelői. Ez mintegy 3-4 hónap az időjárástól függően. Olvasható abban a városi előterjesztésben, ami a műjégpálya befedésének lehetőségét vázolja. Ezt tárgyalták csütörtökön a Város Gazdasági Bizottságának ülésén. A műjégpályát jelenlegi formájában 81-ben építették. Itt az a probléma, hogy nem fedett, így a használata az néhány hónapra van korlátozva, amikor az időjárás engedi. Ennek a megoldása érdekében szeretnénk lefedni a műjégpályát, ami úgy tűnik, hogy sikerül is megvalósítanunk, tekintettel arra, hogy most elindítottuk ezt a projektet. A lefedés egy része egyébként TAO forrásokból valósul meg, ezen kívül önerőből és önkormányzati támogatásból, az összköltségvetés körülbelül bruttó 1 milliárd forint. Az előterjesztés nem tartalmaz kész építési tervet. A költségbecslést az előzetes igények alapján állították össze a szakemberek. Az 1 milliárd forintból ez egy komolyabb szerkezet lesz, nem pedig a már teniszpályáknál látott sátras megoldás, vélje a bizottsági elnök. Ez egy komolyabb szerkezet lesz. Én a pénzügyi részét láttam, mint a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak az elnöke, tehát a mérnöki részét nem ismerem annyira, de minden esetre komolyabb szerkezet lesz, ami biztosítja majd azt a tervek szerint, hogy a műjégpálya nyitvatartása körülbelül kétszer olyan hosszú ideig tartott, mint jelen pillanatban. Ez a jelenlegi számokkal számolva azt is jelenti, hogy akár fél évig is nyitva lehet a műjégpálya. Most a bizottságban a folyamat első lépéséről döntöttek. A városi fejlesztési céget és a pécsi sportholdingot kérték fel, hogy indítsák el a közbeszerzéshez szükséges munkákat, szervezzék a marketing kommunikációt. Rendőrök, polgárőrök, közterületesek vigyázzák a kicsik biztonságát a pécsi iskolák körül szeptemberben. A közúti átkelésnél segítik a diákokat, hogy elkerüljék a baleseteket. Az iskola példa elnevezésű akcióval a város oktatási intézményei körül találkozhatnak az autósok. Folyamatosan érkeznek az iskolások csütörtök reggel ehhez a zebrához, ahol rendőrök segítik az átkelést. A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola közelében az iskolakezdéskor jelentősen megnő a forgalom. Ezért ez az egyik helyszíne a rendőrség szeptemberi akciójának a városban. Útjára indult iskola példa elnevezésű kampányunk. Az azt hivatott szolgálni, hogy mivel a gyermekek a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a közlekedésnek, az ő biztonságuk érdekében jött létre a kampány. A kisebbek még a szüleikkel jönnek az iskolába, a nagyobbak már önállóan. Ez azonban veszélyeket rejthet, mondja a rendőrőr nagy. A kisgyermekek egy részét autóval szállítják iskolába, a nagyobbacskák sűrűn közlekednek már kerékpárral, illetve rollerral. Az ő szüleinek a figyelmét szeretnénk felhívni ezúton, hogy a gyermekeket akkor engedjék önállóan közlekedni, hogyha a szabályismereti tudásuk ezt alkalmassá teszi erre őket, illetve használnak fejvédőt, kerékpáros fejvédőt, úgyhogy igazából így lehetnek biztonságban az utakon. Bár több gyermek közlekedik iskolakezdéskor, mégsem több a baleset. Köszönhető ez a rendőri jelenlétnek is, mondja Bertáné Wingert Erzsébet. Nem jellemzőek a gyermekbalesetek iskolakezdés időszakában sem, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságukra, éppen ezért, mert a szabályismeretük elég alacsony, nem ismerik fel a rájuk leselkedő veszélyeket, a kockázatokat, ezért nekünk kell vigyázni rájuk. Tehát bárhol lehet számítani gyermekek felbukkanására, ugye bárminek a takarásából az úttestre léphetnek, úgyhogy ők ezzel nincsenek tisztában.
picik nem látják át még a forgalmi helyzetet, nehezen tudják felmérni, illetve nem is tudják felmérni, hogy egy jármű milyen távolságra van tőlük, illetve milyen sebességgel közeledik feléjük. Azok a szülők, akik autóval hozzák gyermeküket az iskolába, mindig a járda felüli oldalon engedjék kiszállni a kisdiákokat. Ne álljanak meg tilosban, és használják a Kiss & Go parkolókat, javasolja a rendőrség képviselője. Az iskola példaakció egész szeptemberben folyik majd. A becsengetés előtt reggel, majd délután a tanítás végeztével is rendőrök, polgárőrök, közterületfelügyelők segítik a gyerekek közlekedését, átkelésüket a forgalmas utakon, a pécsi iskolák környékén. Rövid híreink következnek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya befejezte annak a János Halmi doktornőnek és társainak az ügyét, akik több mint 100 embernek igazolták jogosulatlanul, hogy beoltatták őket koronavírus ellen, így védettségi igazolványhoz juthattak. Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása, vesztegetés közfeladati helyzettel visszaélés és védettségi igazolványjal való visszaélés is szerepel abban a bűnlastromban, amelyben nem csak az egészségügyi dolgok, hanem pácienseik is érintettek voltak. A rendőrfőkapitányság nyomozói a Mecsek közterületi támogató alosztály munkatársaival 2022. március 3-án hajnalban Jánoshalmán fogták el a trükköző orvost és az asszisztensét. A nyomozás adatai szerint a doktornő és a társai egy év alatt 2700 oltást rögzítettek az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér adatbázisába. A nyomozók összesen 125 embert hallgattak ki gyanúsítottként, akikkel szemben a nyomozó hatóság vádemelési javaslattal élt a Bács-Kiskunvár megyei főgyi. Augusztus 30-án fogták el a rendőrök azt a 17 éves fiút, aki a Szigetvári rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 4 bűncselekményt követett el. A nyomozás eddigi megállapításai szerint volt, hogy egy lakásból vitt el egy bankkártyát, majd azzal többször is vett fel pénzt. Egy másik alkalommal lakásotthonból lopott el egy laptopot, de volt olyan eset is, hogy egy nyitva hagyott autóból vitt el egy pénztárcát iratokkal és bankkártyával együtt, amellyel később több tranzakciót is végrehajtott. Egy másik autóból a forgalmi engedélyt lovasította meg. A gyanúsított közel 200 ezer forint kárt okozott a sértetteknek. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság pedig szeptember 2-án el is rendelte azt. A fiú ellen, aki korábban már más baranyai településeken is követett el hasonló bűncselekményeket, lopás és csalás miatt nyomoz a Szigetvári rendőrkapitányság. A költségvetési munkacsoport egyeztetett a jövő évi nyugdíjakról. Januárban nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, írta a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály bejegyzése szerint a tavalyi 18,5%-os és az idei 6%-os nyugdíjemelés után a 2025-ös költségvetés is biztosítja a szükséges forrásokat. Az emelés mértéke az éves várható inflációval megegyezően 3,2% körül alakulhat. Jövő februárban már 5. alkalommal fizet az állam 13. havi nyugdíjat, írta a tárcavezető. Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány háborús időkben is betartja a nyugdíjasoknak tett ígéretét, megvédi a nyugdíjak értékét. Ezzel párhuzamosan a költségvetési hiány idén 4,5%-ra, jövőre 3,7%-ra, 2026-ban 2,9%-ra csökken, miközben az államadó ráta évről évre javul, tette hozzá. Elstartolt a 2024-2025-ös tanév országszerte az ősz kezdetével. A diákokat új szabályok érintik az elektronikus eszközök használatával kapcsolatban. Azonban emellett sok iskola beintegrálja az internetet az oktatásba. Stábunk a pécsi Kók Valéria iskola központban járt, ahol az idei tanévről kérdeztük az intézmény igazgatóját. Elindult az idei tanév a pécsi Kók Valéria iskola központban is. Az általános iskolában és a gimnáziumban is több osztályi tanuló kezdte el az új tanévet. Az idei évben 2 új 9. osztályjal fogunk indulni, az első évfolyamra pedig 3 osztályba tudtunk beiratni diákokat, ebből az egyik egynyelvű osztály. Körülbelül 900 diákkal indulunk a tanévben.
Az idei tanévben lépett életbe a telefonok és egyéb elektronikus eszközök szabályozása a közoktatásban. A Nemzetiségi Gimnáziumban, amellett, hogy az eszközök használatát korlátozzák, alkalmazzák a digitális oktatást, és ezen nem terveznek változtatni. Az idei tanév elején elég sok újdonság van, mind a diákok, mind pedig a tanár kollégáink számára. Ha a diákokkal kezdeném, akkor a telefonokra, az okos eszközökre vonatkozó szabályozás az, amelyik mindenkire vonatkozóan sok újdonságot jelent. A házi rendünket is ennek megfelelően megváltoztattuk. Az okos eszközök használatára a tagozatonként különböző szabályozás fog vonatkozni. A tanév a nap elején beszedjük a telefonokat. Vonatkozik a laptopokra és az okos órákra is, hogy a szünetekben, illetve az érkezést követően a tanóra megkezdéséig ezeket az eszközöket nem lehet használni. Én azt gondolom, hogy pozitív módon hozzá fog járulni az egészséges kommunikációhoz az intézményben, a gyerekek végre beszélgetnek majd egymás. A Koch Valéria Gimnázium október 11-én egy nyílt nap keretében várja az érdeklődő diákokat, amelyre az iskola honlapján lehet regisztrálni. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Már a kivitelezési közbeszerzésnél tart a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Központjának újjáépülő Pécsi Nemzeti Kaszinó építési projektje. A megjelent hirdetmény szerint az MCC Pécsi épületete és felújításon esik át, beleértve az építészeti, mélyépítési, épületvillamossági, épületgépészeti, erős áramú, gyenge áramú és minden egyéb szükséges munkameneteket számolt be róla a Magyar Építők. A közbeszerzésből az is kiderül, hogy a Mária utcai épületet városi, közösségi és oktatási funkcióval látják el a felújítása során. A Pécs-Nagykanizsa vonalon október 30-áig Szigetvár és Szentlőrinc között komplex pályakarbantartás keretében sín- és betonajcserét, kavicságyazatcserét és a közlekedésre veszélyes elkorhadt fák kivágását, valamint több útátjáró építését végzik, ezért módosul a menetrend. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, a személyvonatok és a Pannonia interrégió helyett is. A Pécs és Szentlőrinc, illetve Szigetvár és Nagykanizsa néhány esetben, Nagykanizsa és Szombathely között is módosul a vonatok menetrendje. Több esetben a kimaradó vonatok helyett Szentlőrinc és Pécs között a Mecsek Intercity vonatokkal, vagy a Dombóvár-Pécs közti személyvonatokkal biztosított az eljutás a pótlóbuszokhoz csatlakozva. A vonatok Pécsről 5-12 perccel korábban indulnak, az átszállások miatt fél órával hosszabb eljutási idővel kell számolni, tájékoztatott a MÁV. Jubileumi 10. jótékonysági Rotary sárkányhajó versenyt szerveznek a Pécsi Rotary Klub Orfűn. A rendezvényből befolyó bevételt az ország második legnagyobb Rotary klubja, a Pécsi Rotary ösztöndíj pályázat finanszírozására fordítja. A pályázat kiemelt célja a tehetséges és már sikereket elért pécsi középiskolás fiatalok támogatása. Az induló tanévre három cserediák érkezett a Pécsi Rotary Klub szervezésében az Orfői sárkányhajó versenyre. Két fiú Mexikóból, egy harmadik Brazíliából jött. Számukra teljesen új egy ilyen sárkányhajó verseny. Latin-amerikai temperamentumuk, jókedvük, somberójuk, pancsójuk színesítette a versenyt. Nagy lehetőség ez számomra, és boldog vagyok, hogy itt vagyok Magyarországon. Mexikói vagyok, és ennek a gyönyörű országnak szeretném bemutatni az én hazámat is. Továbbá meg szeretném tanulni a magyar nyelvet. Ez nagy kihívás nekem, mert nehéz, de bízom abban, hogy pár hónap múlva már jobban tudok beszélni magyarul. Ez a verseny is új dolog számomra, és közben a hazámat is képviselhetem. Wilhelm József a Pécsi Rotary Klub elnökének megnyitója után a vendéglátó Orfű település nevében Füziné Kajdizita polgármester köszöntötte a résztvevőket. Az elnök hangsúlyozta, kifejezetten jótékonysági célra rendezik meg idén már 10. alkalommal a Rotary sárkányhajó versenyt. Az itt induló csapatok egy nevezési díjjal járulnak hozzá ennek a célnak a megvalósulásához. A cél pedig az, hogy minden évben kiírunk egy pályázatot, amelyre tehetséges, ám de anyagilag rászoruló fiatalok tudnak indulni, akik az élet valamilyen területén az átlagtól jobb teljesítményt tudtak már nyújtani. Tehát ez lett tanulmányi, sport, művészeti teljesítmény.
egy pályázati kiírás jelenik meg, ennek a keretében megfogalmazzák azokat az ismérveket, ami alapján lehet pályázni, és a pályázók, amikor benyújtották a pályázatot, akkor egy grémium, akiket a klubunk jelöl ki, az egy nagyon szigorú pontszám alapján kiválogatja azokat, akik támogatásra alkalmasak, és nyilvánvalóan a forrás nagyságrendjétől függően ez évente változó pályázót jelenthet, akik támogatásban részesülnek. Ezek az elején, amikor elindult 100, ma 150 ezer forintos nagyságrend, vagy akár 250 ezer forintos nagyságrend, ez lehet különböző összeg is, amit elnyerhetnek attól függően, hogy mit jelölnek meg, hogy ebből a támogatásból mit szeretnének megvalósítani, illetőleg ez milyen formában tud hozzájárulni az ő további sikereikhez. Közel 300 fő gyűlt össze Orfűn, hogy jót tegyenek, miközben kipróbálnak egy igazi csapat vízisportot. Három darab sárkányhajó indult, egyenként 10 fővel. Ők valamennyien eveznek, egy ember a ritmusdobolja, hátul pedig van egy tapasztalt kormányos. Szabó László volt a főszervező, az eligazítás a hasznos tudnivalókról való tájékoztatás volt az ő feladata. Hát ilyenkor, hogy a sárkányhajók ott legyenek a helyükön, arra le kell vinni 3x10 lapátot, a farkat, az órot, a dobót, és nagyon sokszor van az, hogy kiderül ilyenkor, hogy hú, az egyik csapatból valaki lebetegedett, vagy valami közbe jött, és nem tud jönni, hogy akkor legyen dobosuk, hogy a pótlást, az, melyik csapat az, aki esetleg többen jöttek, és vagy valaki fiatal, életerős fiú vagy lány, és akkor vállalja esetleg, hogy másik csapatban is evez. A jubileumi jótékonysági rotári sárkányhajó verseny alkalmával mindenki nyert egy jó napot, egy jó érzést, hogy benevezésével jót tett. A régió híreivel folytatjuk. A szekszárdi járási ügyészség közveszély okozás büntette miatt emelt vádat a napokban egy 47 éves férfi ellen, aki tavaly októberben öngyilkossági szándékból felrobbantott egy gázpalackot a dombóvári társasházi lakásában. A férfi tettével közveszélyt idézett elő. Egy több mint 10 kilós PV gázpalackot robbantott fel egy férfi az egyik dombóvári társasházban még 2023. októberében. A vádlott öngyilkos akart lenni. A vádlott körülbelül 4 órán keresztül engedett ki gázt a gázpalacból, majd ezt egy öngyújtóval begyújtotta. A kiáramló gáz belobbant, robbanást idézett elő, melynek következtében tűz keletkezett. A vádlott ezután az égő lakását és a nyitott gázpalackot hátrahagyva kiszaladt az épületből. A tüzet a kiérkező tűzoltók oltották el, illetve ők hatástalanították a gázpalackot is. A férfi a robbanás következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett, lakása teljesen kiégett. A szerencsének köszönhetően a robbanás és a tűz során más személy nem sérült meg, illetve a társasházban és további lakásban sem keletkezett kár. Amennyiben azonban a tüzet kellő időben nem oltják el a tűzoltók, úgy az átterjedhetett volna a szomszédos lakásokba, illetőleg magára a társasházra is, amely végső soron a lakótömbben élő nagyszámú személyek életét, testépségét veszélyeztethette volna, illetőleg nagy értékű anyagi javaknak a megsemmisülésével, megrongálódásával is járhatott volna. Az ügyészség a férfit közveszély okozás büntetével vádolja, amely bűncselekmény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben 2 év börtönbüntetés és 4 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza a szekszárdi járásbíróságnál. A napsütéses száraz idő nem kíméli az élővilágot, a terméseket, ebből adódóan nem könnyíti meg a szüreten dolgozók munkáját sem. Évről évre egyre melegszik az idő, ehhez pedig alkalmazkodniuk kell a borászoknak is. Szekszárdi családi pincészetüknél fogadott minket Takács Attila, aki elmondta, június közepe óta nem hullott jelentősebb csapadék, így erőteljes vízhiánnyal kellett megküzdeniük. Hogyha végignéztek a szőlőkön, akkor itt már az aszály tünete látszik, tehát gyakorlatilag elkezdtek már elszáradni a levelek. Érdekes módon van olyan fajta, ami nehezebben reagált, tehát ez főleg onnan lehet észrevenni, hogy a légkinyerés az rosszabb, mint általában szokott, és az erjedésnél is inkább ilyen fenolos erjedés felé tolódnak el a folyamatok, ami azért nem könnyíti meg a borászoknak az életét. Az évjárat jónak tűnik, hiszen az aszály egyik, talán egyetlen előnye, hogy nem volt beteg a szőlő. Viszonylag egészséges fürtök voltak. Azért azt kell mondani, hogy vigyázni kell,
lett a cukorfokra, nagyon erősen cukrosak voltak a szőlők, nagyon sok helyen a sav az erőteljesen beesett, tehát ebből a dologból még én szerintem bármi lehet. Azért van egy jó alap, de azért ezek után majd, mikor készek lesznek a borok, azt majd elmondhatjuk. Még most előre nem tudom ezt így megmondani, de a másik dolog, hogy hogyan tudjuk megelőzni, hát igazán sehogy. Tehát esőt csinálni nem tudunk. Itt, hogyha ugyanilyen marad az idő, akkor bizony teljesen megváltozik ez a szőlő és a borágazat. Vannak olyan fajták, amik a tartós meleg miatt teljesen megadták magukat. Így fogalmazott Takács Attila. Egyik ilyen például a Zweigelt. Most ez a hidegtűrő fajta, ez ezt a 40 fokos meleget nagyon nem bírta, és gyakorlatilag a fürtök összefonnyadtak. Innentől kezdve nem hiszem, hogyha ilyen marad az idő, hogy például a Zweigelt fajtával húzamosabb ideig találkozni fogunk. Viszont ennek ellentétében a Syrah pedig egy gyönyörűen beérett szőlőt adott az idén, neki nagyon jól jött ez a meleg, tehát ez azt jelenti, hogy lesznek fajták, amelyeket lassan elfelejthetünk, de ehelyett lesznek olyan melegtűrő fajták, aminek viszont a termesztése itt rentábilissá válik. A szüret egy hónappal előbb érkezett, így idén hamarabb tudnak évet értékelni a borászok, és felkészülnek rá, hogy valószínűleg a jövőben is ilyen időjárási körülményekkel kell majd számolniuk. A szállás.hu nyári adatai alapján kiderült, hogy idén is a magyarok kedvenc üdülőhelye Siófok. Több mint kétszer annyi foglalás érkezett a Balatonra, mint a második helyezett észak-magyarországi régióban. Siófokon kívül népszerű volt még Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelekkeszthely és Zamárdi is. Néhány napja még zsúfolásig megtelt strandok, büfék, éttermek voltak szinte mindenütt a Balatonnál. A statisztikák szerint is az egyik legkedveltebb üdülő régió volt az idei nyáron a Balaton. A települések közül most is kiemelkedett Siófok látogatottsága. Ugye a három hónap átlagában mi azért egy 14-15%-os árbevétel növekedést értünk el. Vendégszámban nagyjából hasonló vendégszámot produkáltunk, kihasználtságunk sem változott a tavaly évhez képest. A vendég összetétel egy kicsit igen, egyre több a külföldi vendégünk, és az idei volt az első, amikor a német piacot megelőzte a Szlovákiából érkező vendégeknek a száma. Úgyhogy viszont az átlagos tartózkodás évről évre csökken, most 3,5 napot töltettek átlagosan a vendégek szállodánkban. A szeptemberi jó idő, illetve az őszi hagyományos gasztrokulturális fesztiválok az igazgató szerint újabb lökést adhatnak az őszi forgalomnak is a Balatonnál. Köszönöm szépen! Az éttermek, büfék is jó szezon zártak. Ez a balatonszemesi büfé még a héten várja a vendégeket. Azt mondják, 10-15%-kal magasabb forgalmuk volt tavalyhoz képest, a forró nyári hónapoknak köszönhetően. Két hónapja folyamatosan 30 fok fölött van a levegőhőmérséklet. Én azt vettem észre, hogy ilyenkor az emberek azért szeretnek a víz közelébe húzódni, és a tavalyi szezonban inkább úgy volt, hogy hosszú hétvégig voltak, vagy csak hétvégék, amikor itt vannak az emberek. Most már hétköznap is itt voltak nagyon sokat. Voltak külföldiek is, rengetegen, nagyon sok német törzs vendégünk volt, akik visszajöttek évek múltán, meg magyarok is előszeretettel jöttek hozzánk. A még nyitva lévő vendéglátósok azt mondják, bár már érezhető a visszaesés a forgalomban az iskola kezdetével, de amíg nyárias marad az idő, arra számítani lehet, hogy hétvégeken élénkülhet a forgalom a tónál. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Fedett jégpálya, dupla nyitvatartási idő. 1 milliárdból fejlesztenék a pécsi jeges létesítményt. Iskola példakampány. Baleset megelőzési összefogás a gyermekekért Pécse. Jubileumi rotári sárkányhajó verseny Orfűn. Jótékonysági célra fordítják a bevételt. Új diákok, új szabályok. Elindult az idei tanév a Kok Valéria iskola központban is. Pénteken a napos időszakok mellett délnyugat felől már gyakran megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok a Dunántúlon, majd délen és a középső tájakon alakulhatnak ki. A hőmérséklet délelőtt 18-25, délután 26 és 34 fok között alakul.
Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!